A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Gyulaházán született Eszterhai Katalin elárulta nekünk, ő csak arról tud írni, amit jó maga is átélt. Mint mondta, nincs benne gátlás afelől, hogy valamit esetleg szebben kellett volna megfogalmaznia, valamint attól sem fél, hogy mit szólnak majd mások a végeredményhez. Csillagletél című könyve egy olyan kötet, melyben pőrére vetkőztette lelkét, hiszen az az édesanyjával való kapcsolatáról szól, melyet kettősség jellemzett. Az én édesanyám soha nem mondta ki nekem, hogy szeretlek, kislányom, és ettől én örök anyahiányban szenvedek. Na most olvastam egy könyvet, egy svájci doktornő, Elizabeth Ross azt mondta, hogy mindent mindig rendezni lehet még 15-20-30 év után is, mert a lelkek megérzik, megértik mindazt, amit mi mondunk. És akkor én elhatároztam, hogy rendet csinálok az életemben, és a tibeti halottas könyv szerint átlagban 42 nap kell ahhoz, hogy a lelkek megtalálják a helyüket. Hát az én édesanyám lelke 15 évig itt keringett, és komolyan mondom, én néha éreztem a hajának a kamilla illatát, hallottam a hangját, és akkor azt mondtam, hogy igen, édesanyám még akar tőlem valamit. Így született meg az a 42 levél, melyeket kötetbe foglalt. Kitért arra is, bátorság kell ahhoz, hogy kimerjük mondani érzéseinket, de hiszi, hogy az életben mindig meg kell próbálni, már csak saját lelkiismeretünk miatt is kijavítani a hibákat. Kiemelte, nem akar ítélkezni. Mindig azt igyekszik szem előtt tartani, hogy mi az a jó, amit az édesanyjától kapott. Ha megadatna nekem, hogy újra szülessek, megint csak neki szeretnék megszületni. Mert ő adta nekem a szárnyakat, és igaz az, amit mondott, hogy kislányom, viseld ezeket a szárnyakat, mert minek annak a szárny, ha nem érzi a szél suhogását. És ő engem repített, és hajtóerővé vált bennem. Én bejártam a világot, és ő mindig velem utazik, mert meg akarom neki mutatni a világot azt, amit ő nem látott, és csak abban reménykedem, hogy tényleg a lélek él és tudja, hogy itt vagyunk, mert akkor soha nem veszítem el ezt a lehetőséget, hogy azt mondhassam, hogy Háda Irén az én anyám. Hozzátette, számára az a legnagyobb elismerés, ha az olvasók azonosulni tudnak a történeteivel, valami olyan közös szállat vélnek felfedezni bennük, mely elgondolkoztatja őket és megmozgatja a szívüket.